Sziasztok, angyalkák! Itt vagyok egy újabb heti frissítéssel, és újra itt van a Felhők Királyság Jóvirgban, és szeptember 12-ig marad is nálunk. Nézzétek végig a heti frissítéses videómat, mert hogy kódot is kaptunk, és a kódot azt a videó végére be fogom tenni. A kódért cserébe egy pólót kaptunk. És csomó új dolog van a tavalyi Felhőkirálysághoz képest a játékban, már a Felhőkirályság játék részben. Úgy látom, hogy idén új ruhákat nem raktam be, de mutatom azért az új játékosokra, hogy lássák ők is. Na meg minden angyalkán. És amit elfelejtettem mondani még az elején, hogy nem líderek is játszhatnak vele. Ugye nem lídereknek ez egy jó hír. A Felhők Királyság nőtt az utolsó látogatásunkot, és még több felfedezni valót kínál. Szórakoztató és kihívásokkal teli szivárvány verseny visszatér. Szeretnél igazi kalandorként kinézni? Mica táborában most egy teljes felfedező készletet vásárolhatsz magadnak a lova és lovadnak, amit előbb már megmutattam. Próbáltál már a ruganyos felhőkön ugrálni? Próbáld ki milyen, és ugrálj a kis kerek felhőkön. Mica elvesztett néhány fontos felszerelést a felhők között. Beszélj velem, amikor megtaláltad mind a 7 tárgyat, hogy egy menő jutalmat kaphass. Láttad az apró aranyfelhőt az egyik szivárvány híd mellett? Az aranyfelhő arany patkokat szór majd szét területen, hogy naponta egyszer begyűjthess őket, gyűjts be mindet, hogy egy nagy bónusz kap a Low XP-hez.
az aranyfelhő aranypalkót szór majd szét a területen, hogy naponta egyszer gyűjthess őket, gyűjts be mindet, hogy egy nagy bónusz kapja az Low XP-hez. Sok szerencsét! Szeretnél a barátaiddal azulni egy kicsit a legklasszabb kilátás mellett? Hozz el néhány barátodat az új piknikező helyre a felhőkben. Ha a lovad bármikor is fáradt, a kalandjaitok után nem kell visszamenned egészen jó irkig, hogy ellásd most Mica táborában is el tudod látni a lovadat. Megkeressük. Itt tudod új etetni a lovadat. Etetni meg gondozni. Mutatom, hol is. Sátrak mellett. És akkor még ha ez nem elég, még mindig van a heti frissítésem, úgyhogy most átvarázsolom magam a délpatára, és ott még ott is mutatom, hogy mik az újdonságok. Ja. Idén azon dolgoztunk keményen, hogy Starstable régebbi területeit fejlesztjük. Ezen a héten Délpata félszigetén vehetsz észre pár királyváltozást. Izgalmas terveink vannak a félsziget keleti részén található romokkal. Az elkövetkező hetekben többet hallhatsz ezekről. Az első változás, hogy most már itt is valószínűleg. Amit én rögtön észrevettem. Körbe lovagolok, hogy még mit találunk itt. A kis szemfüles lehet hamarabb. Az, hogy itt van kőker, hogy hát ilyen ültetvény. Szépen megcsinálták nekem, tetszik. Kicsit átalakították, de jól néz ki. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszik. A Lifetime-oknak a bónusz üzletben, Mollandban új tárgy érkezett. Nézzétek meg, akik Lifetime-ok. Jó piac a héten, nincs. Ha tetszett a videó, akkor lájkolt, ha nem tetszett, diszlájkolt. Ha szeretnéd te is angyalka lenni, és követni csatornámat, iratkozz fel!
és a promóciós kódot azt megbeteszem a videóba, leírásba és kommentekcióba, Facebook csoportba, szóval mindenhova, ahol a én részemről elérhető. Én tudom, nektek tenni. Sziasztok!